Köszöntöm Önöket, Kocsisen Brigitta vagyok. Ez pedig a Novum, az Innováció, a Tudomány és a Technológia magazin műsora. Tudomány mindenhol, a sportban, az otthonunkban, a gyógyításban. Ma mindről lesz szó, mutatom is a részleteket. Sport és tudomány. Tized másodperceket hozhat a csúcs technológia. Okos otthonrendszerek. Kényelem, biztonság és költségtakarékosság. Open Science. A cél a tudomány eredményeinek hozzáférhetővé tétele. A nőkért és a tudományért. 19 éve ismerik el a kiemelkedő kutatónőket. A sportban gyakran hajszányi különbségeken múlik csak, hogy valaki bajnok lesz, vagy lemarad a dobogóról. Mivel a profi sportban a helyezéseken súlyos összegek is múlhatnak a dicsőség mellett, egyre többen hívják segítségül a tudományt a maximális teljesítmény eléréséhez. Hangsúlyozottan nem a doppingról szól a következő riportunk, hanem arról, hogy szabályos keretek között, de az orvosi eredményeket figyelembe véve, hogyan segítheti a sportolókat az orvostudomány. Ilyen 5%-ot mondanék. 5 és 10% közé lőném be ezt az értéket. Ha ilyen tág határok között beszélünk az orvostudományon, akkor azt gondolom, hogy akár egy 10%-ot is. Az élsportoló, az edző és a sportorvos szerint ilyen mértékben képes hozzájárulni egy versenyző ideálisan elérhető 100%-os teljesítményéhez az orvostudomány. A Novum is megpróbált utána járni az összefüggéseknek, amelyeket három oldalról vizsgáltunk meg. Olasz Anna világ és Európa bajnoki ezüstérmes hosszú távú szó. Idén nyáron a tokiói olimpián negyedik helyezést ért el a 10 kilométeres távon. Medencés versenyeken is gyakran rajthoz áll, van magyar bajnoki címe a rövidebb távokon is. Az ő versenyszámában is múlhatnak érmek akár tized másodperceken. 10 éve ott van a nemzetközi élvonalban, ezt a szintet tudatos életvitel, edzésmódszerek nélkül ilyen hosszú ideig lehetetlen lenne fenntartani. A fizikai állapotát értő szemek felügyelték már a kezdetektől. Anyukám orvos, úgyhogy ő tulajdonképpen hamarabb kezdett erre odafigyelni, mint más esetben mondjuk erre sor került volna. De a válogatott mellett szerencsére most már nagyon komoly stáb dolgozik, és fél éves szinten néznek minket, vagy akár ha szükség van rá sűrűbben is, mint vérvizsgálat. Éves szinten van teljesítménymérés, úgyhogy úgy gondolom, hogy az elmúlt 3-4 évben erre nagyon odafigyelnek. Nagyon megdobta a teljesítményemet, mikor megtudtam, hogy mi az, amiért mondjuk éppen nem mennek az edzések, mi az, amiből mondjuk többet kéne bevigyek a testembe, mi az, amiből a kevesebbet. Nekem az nagyon sokat segített. Annát elkísértük egy csúcs technológiával felszerelt teljesítménydiagnosztikai központba, ahol olyan komplex laborvizsgálatokat végeznek vérből, mint a homocisztein, szelén, cink, egyéb nyomelemek, hormonok szintjének mérése. Az InBody gép a test összetételt határozza meg, ami a dietetikusok számára is nagy segítség. A labor legfontosabb része a spiroergometria végzésére alkalmas rendszer, amivel pontosan bele lehet tekinteni a sportolók szervezetében zajló anyagcsere folyamatokba, a tüdő működésébe és a gázcserébe, így egy pontos és aktuális állapot alapján folytathatják a felkészülést a versenyzők. Egy edzőnek vagy egy élsportolónak egy versenyre való felkészüléshez jelenleg ez elengedhetetlen, ahhoz, hogy tényleg csúcsformába kerüljön. Azt gondolom, hogy amikor megkeres egy élsportoló, akkor nyilván megismerkedünk egymással, csinálunk egy kezdeti vizsgálatot, csinálunk egy hosszú távú tervet, kitűzünk célokat, és akkor ennek megfelelően készítjük el a vizsgálatokat. A vizsgálatok után természetesen leülünk a sportolóval, az edzővel, kiértékelem az adatokat, nyilván ezek a gépek rengeteg adatot fognak szolgáltatni nekünk, de ezt kvázi egy edzőnek fogyasztható formába kell átadnom, ezért szoktunk leülni és átbeszélni a diagramokat, a sportról aktuális állapotát, ugye ez mind állóképességi, az oxigénfogyasztását, a laktát szintjét, aerob, anaerob küszöböt, szinte mindent pontosan, pulzus számra pontosan meg tudunk határozni, és akkor utána a megszabott időközökként, ahogy kitűzzük a célokat, újra mérjük a sportolókat, és ezáltal próbálják az edzők csúcsformába hozni a játékosokat.
Ahogy Luca széke is három lábon áll a legbiztosabban, úgy a sport és a tudomány kapcsolatának hatékonysága is minimum három emberen múlik. A versenyző és a sportorvos mellett kell egy edző, aki ismerve tanítványát és a mért eredményeket, ezeket közös nevezőre hozza és a megfelelő módon beépíti a felkészülésbe. Szekszárdi Ferenc előbb sportolóként, majd edzőként tapasztalta meg az élsportolói létet. Kenuban indult a 2016-os riói olimpián ausztrál színekben. Ezt követően már edzőként kapott szerepet Ausztráliában, ahol a hírességek csarnokába is bekerült. Később Kínában, több sportágban is a legmagasabb szinten foglalkozott a tartományi válogatottakkal különböző sportágakban. Így komoly rálátása van arra, világviszonylatban mennyire használják a tudomány eredményeit a sportban. Az edzőnek minden fogalommal teljes mértékben ugyanazon a hullámhosszon kell lenni a versenyzővel. Tehát nem csak mint külső szemlélőnek kell értékelnem, látnom, tudom, ismernem a versenyzőmet, hanem a bőrébe bújva is ugyanazt tudnom kell, hogy ő mit él meg, hogyan éli meg, és merre tart, vagy éppen milyen állapotban van, akár testileg, vagy szellemileg. Minden komponenshez érteni kell legalább annyira egy edzőnek, hogy pontosan tudja, hogy egy adott szakembertől, egy adott szakterületről milyen információra van szüksége ahhoz, hogy ő meg tudja komponálni azt a szonátát, azt a dallamot, amivel csúcsra juttatja a versenyzőjét. Érteni kell az adott sportágnak a funkcionális anatómiáját, a biomechanikáját, ahhoz kapcsolódó biokémiai folyamatokat, ahhoz, hogy egyáltalán értelmezni tudja ezeket az adatokat, amik jó eséllyel mondjuk igen azt az extra centimétert jelenthetik egy nagyon fontos világversenyen. Anna már Tokióban is az olimpiai dobogó közvetlen közelében volt. Tehetsége, szorgalma és alázata csodálatos karriert eredményezett számára, és úgy döntött, hogy a 2024-es párizsi ötkarikás játékokig mindenképpen folytatja pályafutását. Lehet, hogy éppen az orvosi tanácsok adják majd hozzá azt a pluszt a felkészüléséhez, amellyel felteheti a koronát a sikereire egy olimpiai éremmel, ami biztos, hogy megérdemelné. Technikai megoldások együttese, melyek egymással kommunikálva lehetővé teszik a házban működő különböző rendszerek központi irányítását. Ezek az úgynevezett okos otthonok, amelyekben a technológia segítségével irányíthatjuk a lakásunk berendezéseit, legyen szó akár a hűtő- és fűtőrendszerről, a garázskapuról, a különböző háztartási gépeinkről, vagy a biztonsági rendszerről. Mindezt pedig távolról is megtehetjük okostelefonunk segítségével. Napjainkban egyre többet hallani az okos otthon kifejezést. De mitől lesz igazán okos egy lakóépület vagy egy iroda? Talán attól, hogy minden funkcióját a felhasználó szabályozhatja. Ma már számos termék és szolgáltatás elérhető az okos otthonok piacán. A technikai megoldások alapulhatnak elektronikán, építészeti megoldásokon, vagy akár automatizáción. A lehetőségek tárháza korlátlan, de a cél minden gyártónál ugyanaz, a kényelem és az életminőség javítása. Most egy olyan irodát néztünk meg, ahol a meglévő berendezéseket érdemi átalakítás nélkül egy rendszerbe integrálták. Ebben a lakásban például most vagyunk, itt a redőnyök azok megvoltak, a légkondi az megvolt, a radiátorok megvoltak, tehát mindent utólag kellett okosítani, a világítás is megvolt. A hazai fejlesztésű innováció lehetővé teszi, hogy a különböző gyártók rendszereit egy központi egység segítségével kezelheti a felhasználó. Ehhez nincs szükség falban futó vezetékekre, vésésre és az épület átalakítására sem. Itt van maga a központ, van benne egy RF433-as rádió, amivel a redőnyöket, meg ezeket az eszközöket vezéreljük. Van benne egy Z-Wave kontroller, amivel egyébként itt a radiátor termofejeket vezéreljük. És van benne egy Wi-Fi, amivel meg a Wi-Fi-s eszközöket, mint például a légkondi, vagy mondjuk itt a világításnak a kapcsolója. Ezek azok az eszközök, amik most így nagyon terjednek. A szoftver open source, azaz nyílt forráskódú, amely azt jelenti, hogy bárki továbbfejlesztheti meglévő funkcióit, vagy új okos eszközt integrálhat a rendszerbe. A berendezések okostelefonnal vagy hangirányítással is vezérelhetők. Az applikáció segítségével a rendszer a hét napjai vagy a napi rutin szerint programozható. Most a mobiltelefonról lehúzom a redőnyt, most megy le, most azért megállítom, mert nem akarunk itt sötétet. Ugyanezt lehetne a saját távirányítójával is. Itt a hőfokot
azon a termófejen, ami ott a radiátoron van, lehet állítani. Most 18 fokra van állítva, most átállítom mondjuk 20 fokra, ez itt látszik a mobilon. Akkor van egy légkondi, azt is be tudjuk innen kapcsolni. Azt is a saját vezérlőjével ugyanígy lehetne. Van ebben a szobában egy világítás is, ráadásul egy dimmeres világítás. Azt is mindjárt bekapcsolom. Úgy. És most állítunk egy kicsit rajta. A rendszerbe olyan kiegészítők is integrálhatók, mint például az okos konnektor. Ezekből bármennyit tudunk vezérelni. Ez például egy okos konnektor. Beállítom 15 percre, itt most a kávéfőzőt fogjuk bedugni. Föl lehet kapcsolni távolba, és most már feszültség alatt van a kávéfőző. Be lehet állítani, reggel lefőzze a este bekészített kávét. Ha bármi rendkívüli történik a lakásban, a biztonsági szenzorok értesítést küldenek. Így szükség esetén a felhasználó nem csak a riasztást látja, hanem be is tud avatkozni. A biztonság mellett fontos szempont lehet a kényelem, vagy az energiafelhasználás csökkentése is. Egy megfelelően programozott rendszer akár 30%-kal kevesebb energiaszükséglettel rendelkezik, ezért jelentős költségmegtakarítást is hozhat használójának. Itt van egy mozgásérzékelő, amit felkapcsolja a folyosón a lámpát, de csak akkor, hogyha sötét van. Most úgy van beállítva, hogy 100 luxra van állítva, itt most éppen 2 luxot mért, ezért felkapcsolt. A rendszerbe integrált eszközök biztonságos, titkosított csatornán kommunikálnak egymással, ezért külső, illetéktelen beavatkozás szinte kizárt. A mobil applikációnk az egy ilyen HTTPS nevezetű protokollon keresztül csatlakozik a felhőben lévő szerverünkhöz. Ez a HTTPS, ez egy biztonságos, secure csatorna, és maga a felhőben lévő szerverünk pedig VPN-nel, ez a Virtual Private Network-el csatlakozik magához a központhoz, ez is egy biztonságos csatorna. És maga a központ az otthoni hálózatba vagy LAN-ba tűzfallal van betéve, tehát hogy nem lehet a LAN-on belüli eszközök felől sem akárhogy megszólítani. Tehát ez az, ahogy védjük a rendszert. Egyes kutatások szerint 2025-re minden ötödik háztartás használni fog valamilyen okos otthon készüléket. A növekvő fogyasztói igények egyre kifinomultabb és fejlettebb intelligens megoldásokat hívnak életre, amelyeket többek között az energiatakarékossági szempontok, a kényelmi funkciók és a zöld gondolkodás éltet. Open Science, vagyis nyílt tudomány. Hazánk csatlakozott ahhoz a nemzetközi kezdeményezéshez, melynek célja, hogy mindenki számára hozzáférhetővé tegyék a kutatások, valamint az innovációk eredményeit, mert a tudás mindenkié. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal kezdeményezésére a Magyar Tudományos Élet meghatározó intézményei és szervezetei 2021. márciusában szakértőtestületet hoztak létre, amely közös szakmai állásfoglalást fogalmazott meg a tudomány világában jelenleg zajló paradigmaváltásra, az Open Science, vagyis a nyílt tudomány szemléletére válaszolva. Világ problémái részben abból adódnak, hogy a különböző tudományágak nem beszélnek egymással, nem ismerik egymás eredményeit. Az, hogy a tudomány eredményei a kutatók számára hozzáférhetők legyenek, ez nélkülözhetetlen. Ezt látjuk most a világjárványban, hiszen most a kiadói kezdeményezésre a Covid-dal kapcsolatos összes tudományos eredmény átmenetileg nyilvános. De a világnak nem csak a Covid a problémája, nyilván vannak a tudománynak megoldandó feladatai, és ennek szellemében az, hogy a tudomány eredményei hozzáférhetők legyenek, ez alapvető követelmény. Az eredmények nyilvánossága és hozzáférhetősége az a tudomány egyik legfontosabb eredménye. Hát most a vírusnál ez élet-halál kérdése volt, hogy ez így legyen, de természetesen más eredmények is nagyon fontosak az emberiség számára, és ezeknek is a nyilvánossága, legalábbis a tudományos eredmények nyilvánossága az ilyen értelemben rendkívül fontos. Eredmények megosztása az többszintű, tehát egyrészt maga azok a feldolgozott, értelmezett, tudományosan értelmezett eredmények, amelyeket cikk formában közlünk, ott egyértelműen a minél nagyobb olvasótábor elérése. Ez a legmagasabb szint, és a másik szint a kutatási eredményeknek közvetlenül az adatoknak a közzététele, amelynek az egyik értelme az a kutatás hitelességének a növelése, hiszen bárki leellenőrizheti, hogy azok az adatokból valóban következnek azok az eredmények, amelyeket közölnek a kutatók.
A nyilatkozathoz várják minden érdekelt szereplő csatlakozását. Azok a szervezetek, akik most itt aláírták ezt a nyilatkozatot, illetve akik az állásfoglalást támogatják, ők mind olyan mondjuk így gyűjtő szervezetek, akik akár mondjuk a doktoranduszokat fogják meg, akár a felsőoktatási intézményeket, kutatóintézeteket, de abszolút azokat várjuk tulajdonképpen csatlakozásra, akik egyébként ezeknek egyébként is részét alkotják. Az állásfoglalás szorosan kapcsolódik a nemzetközi tudománypolitikai szervezetek ajánlásaihoz, valamint az Európai Unió vonatkozó szakpolitikai célkitűzéseihez. Az Európai Uniónak ez egy nagyon hangsúlyos logikai eleme tulajdonképpen, hogy a tudományt azt osszuk meg egymással. Egyébként ez azért is fontos, mert az Európai Unióban is felismerték azt, hogyha szeretnénk erősödni az innovációban, erősödni a versenyképességben, akkor valamilyen formán hát meg kell osztani a tudásunkat egymással, aminek az Open Science ugye egy nagyszerű alapját tudja képezni. Úgyhogy Európai Unió szinten van egy előképünk, van egy Európai Uniós nagy hálózat is, ami a nyílt tudományt támogatja, de hát fontos az, hogy számunkra, magyarok számára is tudjuk értelmezni azt, hogy akkor mit jelent az, hogy Open Science, az valójában egy nyílt tudomány magyarul, és akkor pontosan ez alatt ugye mit értünk. Az Open Science a friss kutatási eredmények terjesztésének innovatív módját jelenti a legújabb technológiai fejlesztések és a digitalizáció vívmányainak alkalmazásával. A nyílt tudomány egyrészt a jelentős nemzetközi kutatások, valamint a más nyelveken korábban megjelent, illetve aktuálisan publikált eredményeihez való hozzáférést is jelent. Az Open Science globalitása létezik. Az európai közösségen belül ez egy teljesen természetes folyamat, a diszkuszió része, az ösztönzők és különböző erőforrások kihelyezésének tulajdonképpen már teljesen természetes része ez. Sok mindennek tudható be, vannak közös európai infrastruktúráink, közös európai pályázataink, az együttműködések teljesen a mindennapjaink részét képezik. Az európai közösségen belül ez egy természetes folyamat, az, hogy ennek a globalitása ugye, a világra nézve is kézzelfoghatóvá váljon, az valószínűleg egy újabb fejlődési szakasz lesz ebben. A mi érdekünk az az, hogy itt Magyarországon, az európai közösségen belül nyitva a világ felé tegyünk lépéseket a tudományos eredmények elérhetőségében, közzétételében, az együttműködéseknek az elősegítésében. Ha különböző tudományterületek kölcsönhatnak, az információ áramlik közöttük, akkor nagyon sok mellékeredménye lesz egy-egy olyan felfedezésnek, amelyet esetleg egy szűk körben érnek el, és maga, aki azt a felfedezést teszi, ő sincs tisztában azzal, hogy ennek a jelentősége túlmutat azon a problémán, vagy annak a problémának a megoldásán, amellyel ő foglalkozik. Tehát a nyílt tudományban az információ áramlásnak várható hozadéka, hogy különböző területek megtermékenyítik egymást. Skóciában nyár vége óta működik az eddigi legerősebb árapály turbina. Az O2 turbinának két 20 méteres víz alatt lévő lapátja van, amely az áradás és az apály változásával mozog, így generálja az energiát. Teljesítménye 2 megawatt, és egy tenger alatti kábellel kötötték össze a szárazföldi helyi elektromos hálózattal, így tiszta, zöld energiával látja el a környék lakosságát. Az O2 erőmű ugyan nem a legnagyobb kapacitású a világon, de ez a legnagyobb és legerőteljesebb a lebegő platformok között, amelyek szállítható jellegük miatt a világ bármely részén bevethetőek, ahol elég erős az árapály keltette vízmozgás a kifizetődő működéshez. 2021. november 25-én 15 óráig lehet jelentkezni a 31. ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyre. Magyarország jövője szempontjából egy kiemelkedően nagy kérdés, hogy elegendő fiatal vállalkozót és tudóst vagy jelöltet tudunk megszólítani a jövőnk szempontjából, és hiszünk abban, hogy ez egy ilyen találkozási pont. Ez egy olyan verseny, ahol a felkészítőket és az iskolákat is szeretnénk biztatni különböző támogatási módon arra, hogy sokan vegyenek részt ebben a dologban.
A L'Oréal UNESCO a Nőkért és a Tudományért díjat 19 éve adják át, elismerve azoknak a kutatónőknek a munkáját, akik kiemelkedően teljesítenek a hazai tudományos életben. 2021 egyik díjazottja Wilhelm Imola, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatóorvosa lett, aki a vér-agy-gát szerepét vizsgálja az áttétes agydaganatok esetében. A szegedi kutatónő arra próbál rájönni, hogy a rosszindulatú sejtek hogyan képesek áttörni ezen a nagyon erős védekező rendszeren, azon a hálózaton, amelyen sok esetben a terápiát célzó gyógyszermolekulák sem tudnak áthatolni. Agyunkat nagyon sűrű érhálózat jellemzi. Ezek képzik az idegen sejtek bejutását akadályozó véragygátat. A vérhálózatot és a központi idegrendszert összekötő szakasz nevéből eredően arra szolgál, hogy semmilyen idegen vagy káros anyag ne juthasson az agyba. Éppen ezzel foglalkozik a L'Oréal UNESCO, a Nőkért és a Tudományért elismerés egyik idei díjazottja, Wilhelm Imola, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatóorvosa. Alapvető kérdés volt számunkra, hogyha ez ilyen szorosan zár ez a véragygát, hogy még gyakorlatilag még ionok sem, tehát nagyon pici ionok sem képesek átjutni szabadon rajta, akkor hogyan képesek ilyen nagy daganatos sejtek áttörni ezt a gátat? A véragygát olyan szorosan zár, hogy még az agyi áttétet célzó gyógyszermolekulák sem jutnak át rajta, éppen ezért nehéz gyógyítani az agydaganatot. Ezért is nagyon érdekes számunkra az agyi daganatok kutatása, mert miután ezek a daganatos sejtek átjutottak a gáton, utána már őket is védi a gyógyszermolekulákkal szemben. A szegedi kutatónő azt vizsgálja, hogy a bőr vagy az emlődaganatos sejtek hogyan képesek mégis átlépni a védekező rendszeren, és hogyan tudnak szaporodni ebben a számokra ellenséges környezetben. A melanóma sejtek azok képesek arra, hogy megnyissák úgy a gátat, hogy gyakorlatilag ezeket az ereket úgynevezett endotél sejtek borítják, és ezek szorosan kapcsolódnak egymáshoz. És ezeket a szoros kapcsolatokat bontják meg a melanóma sejtek, a két sejt között így át tudnak jutni. A mellrák sejtek sokkal kevésbé képesek erre a módszerre, viszont ők meg arra képesek inkább, hogy egy sejten keresztül fúrják magukat. Tehát, hogy ilyen különbséget találtunk a két daganat típus között. Az agyi áttét nem túl gyakori, de annál súlyosabb következménye ezeknek a betegségeknek. Ezért sem lehet elégszer hangsúlyozni a megelőzés és a korai diagnózis fontosságát, hiszen egy időben felfedezett rosszindulatú bőr vagy melldaganat jó eséllyel gyógyítható. Melanomában miután elkezd szóródni a szervezetbe, elég hamar eljut az agyba, és elég hamar áttétet tud képezni. Nagyon gyakran az agyi áttétet csak a halálbeállta után diagnosztizálják, tehát a patológiai mintában. Mellráknál úgy tűnik, hogy van egy hosszabb időablak, amíg valóban képes arra, hogy átjusson a véragygáton és áttétet képezzen. Wilhelm Imola a hazai agykutatás egyik kiemelkedő alakja. Orvosként végzett a Marosvásárhelyi Egyetemen. A kutatói pálya azonban vonzóbb volt számára, mint a gyógyítás, noha közvetve így is a betegekért dolgozik nap mint nap. Már hallgatóként eldöntöttem, hogy én kutatásra szeretnék foglalkozni, és ezért is jöttem a Szegedi Biológiai Kutatóközpontba. A gyógyítás az egy nagyon szép terület lett volna, biztos azt is szívesen csináltam volna, de a kutatás az annyi sok pozitívumot ad, mert minden nap egy új dolgot látunk, tehát hogy ez teljesen megunhatatlan, bár nagyon sok a nehézség, de hogyha az ember ezeken túljut, akkor nagyon sok a sikerélmény is. A L'Oréal UNESCO a Nőkért és a Tudományért díjjal olyan tehetséges, sikeres nőket támogatnak, akik szakterületükön kiválóak és elismertek. Kutatónőként nyilván egy picit nehezebb abból a szempontból, hogy a gyermekneveléssel töltött idő az ugye valamennyire kiesik az ember életéről, de én azt kell mondjam, hogy egy nagyon támogató család áll mögöttem, és hát lehet, hogy enélkül nem is lenne lehetséges, de így megkapom azt a maximális támogatást, amivel ezt a munkát el tudom végezni. Wilhelm Imola célja, hogy kutatócsoportjával minél többféle mechanizmust megfejtsen a vér-agygát működésével kapcsolatban, hogy azokkal később a betegek javát szolgálja.
Remélem, hogy élvezték az elmúlt fél órát. Ha igen, akkor lájkolják a Facebook oldalunkat, ahol további érdekességekkel várjuk Önöket. Műsorainkat visszanézhetik a közmédia videótárában a mediaclick.hu oldalon, vagy saját internetes felületünkön a novumtv.hu-n. Javaslataikat és észrevételeiket elküldhetik e-mail címünkre, az info@novumtv.hu-ra. Most búcsúzom, de egy hét múlva találkozunk, amikor többek között bemutatjuk Önöknek, hogyan érzékelik a környezetet az önvezető autók. Viszontlátásra! Okay. Készült a Nemzeti Kutatási és Innovációs Alap támogatásával.